Ismét eldőren a startpisztoly a paksi atomfutás rajtjánál. A harmadszorra megrendezett sportrendezvényre nem csak profi futókat, hanem amatőröket, vállalkozókedvű baráti társaságokat és családokat is várnak. Az esemény egyik fő támogatója idén is az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Minden olyan esemény, ami az atomerőmű megítélését pozitívan befolyásolja, az támogatható. Ez egy olyan közösségépítő rendezvény, aminek hatása a helyi társadalmon túl azt reméljük az egész országra kivetül. Ez egy jó rendezvény, az elmúlt kettő nagyon jól sikerült. Az ország minden tájáról, sőt külföldről, tehát a magyar lakta vidékekről is érkeztek futók, látogatók. Itt úgy tűnik, hogy az idén is így lesz, emiatt nyilvánvalóan az atomerőmű ezt támogatja. A szeptember 6-ai versenyhez ezúttal is csatlakozik a paksi kenyérhal és bor ünnepe. A gasztronómiai fesztivál keretében különféle kulturális programokkal várják az érdeklődőket. Lesznek hagyományőrző színpadi műsorok, továbbá a reformfőzőklub és a konzervgyári nyugdíjas klub finom ételeit is meg lehet majd kóstolni. Az első pillanattól kezdve támogatta a városvezetés az atomfutás programját, és azt gondoltuk, hogy össze kell ezt fésülni a kenyérhal és bor ünneppel. Ugye a kenyérhagy és borünnep egy tradicionális paksi múltra tekint vissza, a kenyér a vízimalmok ittlétére és a molnárokra, a hal a Duna okán mindenképpen itt volt a település életében, és a paksi Schiller méltán volt híres az 50-es években, és újra népszerű lett az elmúlt néhány évben. A futás, mint a sporttevékenység, az szintén kapcsolódik a város múltjához, hiszen jó néhány élsportolót nevelt ki ez a város. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezik a 7 kilométeres brutál atomfutamot, amire viszont csupán 200 futó nevezhet be a sárral és szalmabálákkal nehezített pálya legyőzésére. A szervezők természetesen most is készültek egy újdonsággal, lesz egy a maratoni távnál is hosszabb 50 kilométeres versenyszám. Három rövid táv, a 3,5 kilométerig az a város egy részét fogja csak látni. A 7 kilométer az már az egész városi forgatagba bekerül, tehát a főutcától kezdve Sárgödör térig mindent fognak látni, és aztán a 14 kilométer az a város teljes területét bejárja az extrémebb pontokkal egyetembe, és aztán a 21 kilométer és a 31 kilométer az, ami a városi és az erőművi pontokat is végig fogja futni. Ezen kívül ugye az 50 kilométer, az egy, ugye az előbb említettem, egy körpályát fog bejárni, de az is a város fő utcáját megpróbálja végigfutni. A következő egy hónapban még lehet nevezni a versenyre a www.atomfutás.hu oldalon, illetve a készülődés nyomon követhető a rendezvény Facebook oldalán is. További információk érdekében látogassanak el a www.paks.hu oldalára.